A mezsi lovaslapok afféle népünnepének számítanak a településen. Több mint negyed évszázada annak, hogy a helyi egyesület először hirdette meg a versenyt. Idén is az ország számos pontjáról érkeztek fogatok, így a szervezők elégedettek voltak az indulók létszámával. Jelenleg itt vagyunk a 27. Tolnamezsi lovasnapokon, 31 darab versenyzővel a második versenynapon, mivel a tegnapi napon rajtengedélyvizsgára került sor, és 9 versenyző sikeresen teljesítette a rajtengedélyvizsgát, a mai napon pedig 31 fogat van 3 kategóriában, plusz még a vadászhajtás indulói is adnak további létszámot ennek a mezőnynek, a holnapi napon pedig egyre elismertebb kombinált akadályhajtás, ami egyben látványos is, kerül megrendezésre itt a mezsi lovaspályán. Rájuk is számítunk, tehát a délelőttben 10, a délutánban pedig 26 versenyzőre. Voltak esztendők, amikor a versenyszervezők arra panaszkodtak, egyre fogy azok száma, akik hajlandóak arra áldozni, hogy felülhessenek a bakra. Ez a tendencia az elmúlt évek során megfordult, és örvendetes, hogy egyre több fiatal leli örömét a lovasportban, és ebben a kategóriában jelent egyre több versenyzőt is. Nem véletlen, hogy nehéz szabad időpontot találni a megszervezésre, hiszen egymást érik a lovasversenyek. Maga a lovasport is nagyon sokat változott, de maga a fogathajtás is nagyon sokat változott. 1971-től számítjuk az újkori fogathajtó sport kezdetét, amikor is a négyes fogatok részére a militári versenyszabályzat alapján kialakították a háromnapos versenyrendszert, a díjhajtást, maratonhajtást és az akadályhajtást. Az 1980-as évekig a négyes fogatok uralkodtak ebbe a sportba, majd következtek a kettes fogatok, a 90-es évektől az egyes fogatok, és a 2000-es évtől pedig a póni és a fiatal hajtók is bekapcsolódtak a versenysportba. Először domináns volt ez a háromnapos versenyszám, ami egy hosszabb felkészülést, edző jelenlétét is képviselte, majd az utóbbi 10 évben, 15 évben sokkal jobban elfoglaltabbak lettek az emberek, sokkal több idejükkel arra, hogy erre a szórakozásra megteremtsék az anyagi hátteret. Tehát most egy 10 éve ez az egynapos versenyek jöttek divatba. A klasszikus négyes fogatok viadalán részt venni és folyamatosan eredményesen szerepelni nagyon idő és pénzigényes. Ezt hozta meg a kettesek elődetörését. Főleg ezen az egynapos versenyeken látjuk azt, hogy inkább szaporodott a hajtói létszám, illetve most 2-3 éve lehetőség nyílt az úgynevezett szabadidős kategória, a D-kategória bevezetésére is, ami még lényegesen csökkentett feltételekkel növelni próbálja ezt a fogathajtói létszámot. Én 2002-től a Fiatal Fogathajtók Szövetségi Kapitánya is voltam, illetve hosszú éveken kísérhettem végig ezt a kategóriát, és azt mondhatom, hogy hála a jó Istennek, itt tegnap itt egy rajtengedélyvizsgánk zajlott, ami előfeltétele a versenyzésnek, és hál' Istennek több fiatal hajtót köszönhettünk, akik közül a mai versenyen már részt is vettek néhányan. Én úgy gondolom, hogy a magyar fogathajtás, aminek tradíciója és múltja van, jelene és jövője is kell, hogy legyen. Én úgy gondolom, és mindenféleképpen ezeken a kisebb versenyeken vissza kell térnünk az eredeti, régi, tradicionális magyar fogathajtáshoz, ami a világon egyedülálló, és 1971-től annyi sok aranyérmet és annyi sok dicsőséget szerzett ennek a szakágnak. A vezetőbíró tapasztalata alapján a mezsi verseny színvonalában megütötte az ebben a kategóriában elvártakat. Azt mondja, bárhol jár az országban, egy-egy ilyen versenyen mindenhol közel azonos szinten vannak felkészülve és felkészítve a fogatok és a hajtók egyaránt. Fülöpné Mátyó Zsuzsanna abszolút fényesen látja a jövőt, hiszen sorra érkeznek a fiatal versenyzők indulási engedélyt szerezni, ami megalapozza a jövő fogathajtó sportjának utánpótlását.